ide a Vajdaságba. A Fidesz Novák Katalint jelöli magyar államfőnek. Ezt mondta sajtótájékoztatóján Orbán Viktor, magyar miniszterelnök. Novák Katalin 2020-tól tölti be a családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztot. Novák Katalin Facebook oldalára azt írta: Magyarországot képviselni, az egész magyar nemzetet szolgálni, erre az embert próbáló feladatra készülök hittel, lélekkel, szívvel. A köztársasági elnök jelölti felkérést tisztelettel vállalom. Maradok, aki vagyok, írta Novák Katalin a bejelentést követően. Évzáró kormányinfóján Orbán Viktor beszélt a járványkezelésről is. Magyarország miniszterelnöke kiemelte, most a megerősítő harmadik oltások beadásán, valamint az 5 és 11 év közöttiek oltásán van a hangsúly. Ma csak Pfizerből több mint 2,4 millió adag áll rendelkezésre. Rendeltünk a közelmúltban 2 millió gyermekek oltására alkalmas vakcinát, és a hétvégi csütörtök-pénteki európai csúcson, miniszterelnöki csúcson azt mondta nekünk a bizottság, az európai vírus elleni védekezésben résztvevő tudósok álláspontjára hivatkozva, hogy az Omikron nevű variációhoz újfajta vírusölő vagy gátló vakcinára lesz szükségünk, és a Pfizer ki is fejlesztette egy Omikron elleni vakcinát. Végül arra jutottunk, hogy ebből is fogunk rendelni 9,5 millió adagot. A magyar miniszterelnök elmondta, a gazdaság teljesítménye nem csak elérte, hanem meg is haladta a válság előtti szintet. 2022-ben terveik szerint eddig nem látott gazdaságpolitikai intézkedéseket vezet majd be a kormány. Ilyen lesz például a 25 év alattiak jövedelemadó mentessége és a 13. havi nyugdíj visszavezetése. Az életünk minőségét és a szellemi távlatokat egyszerre meghatározó két nagy kérdés az a bevándorlás és az LMBTQ mozgalmak által javasolt gyermeknevelés és társadalom fölfogás. Erről óriási viták vannak Európában, és komoly viták vannak Magyarországon is. Mindez idáig azonban, és erre én személyesen büszke vagyok, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely mind a két kérdésben nem az elitek, nem az aktivisták, nem a politikusok és nem a vezetők véleményére kíván mindösszesen hagyatkozni, hanem szükségét látja a demokratikus legitimációnak, vagyis mind a két kérdésben egyedül Európában, nálunk Magyarországon népszavazás döntött, illetve dönt majd. Az energiaválsággal kapcsolatban a kormányfő abban bízik, hogy az Európai Bizottság elfogadja azt az álláspontot, hogy atomenergia nélkül nem valósítható meg a klímavédelem, és a gázból nyert energia is átmenetileg fenntarthatónak minősülhet.